A holnapi napon május 1-én tartja a Mi Hazánk Mozgalom az ország legnagyobb majálisát a Bikás Parkba. Ezúton is hívunk mindenkit sok szeretettel, de már most április 30-án, tehát egy nappal május 1-i előtt szeretnénk ismertetni a Mi Hazánk május 1-i üzenetét. Mi szeretnénk ennek az ünnepnek, a munka ünnepének egy új tartalmat adni és lerázni arról a ránk hagyományozódott rossz kommunista tartalmat, és valóban a nemzeti munka ünnepévé tenni. Ilyenkor viszont érdemes egy számvetést végeznünk, hogy a magyar dolgozók milyen körülmények között dolgoznak, hogyan érzik magukat. Sajnos a válasz erre meglehetősen egyszerű és rövid, rossz körülmények között dolgoznak és rosszul érzik magukat. A Mi Hazánk Mozgalom 5 fő problémakört különböztet meg, és ezekre a problémákra ismertetem most a javaslatainkat. Az első problémakör, nyilvánvaló tény, hogy Magyarországon a fizetések rendkívül alacsonyak, most már Európai Uniós összevetésben biztosan csak Bulgáriát előzzük meg. Tehát nyilvánvaló, hogy ezen hosszú távon változtatni kell, ki kell erre dolgozni egy stratégiát. A Mi Hazánk Mozgalom stratégiája úgy hangzik, hogy 3 részre kell lesz bontani. Az állami szektorban meg kell szüntetni a nagy vízhelyeket, csökkenteni kell a bürokráciát, így források tudnának felszabadulni, amit béremelésre lehet fordítani. A globális nagytőkét, a multinacionális cégeket meg kell adóztatni, politikai akarat kell hozzá, hogy meg tudják adni a béremelést a magyar dolgozóknak, mert van forrás. A harmadik pedig, hogy a magyar KKV szektornál egy teljesen új adópolitikára van szükség, hogy ők is ki tudják termelni a béremeléseket. A második pont, itt ez igazából nem is csak pénzkérdés, hanem sokkal inkább egy szemléletbeli kérdés. Nagyon sok helyen rengeteg szabálytalanság van, rossz vezetői mentalitás tapasztalható, a munkatörvénykönyvét nem tartják be, törvénytelenül túlóráztatják a munkavállalókat, tehát itt is kell egy teljes szemléletváltás. A harmadik pont, hogy sajnos az elmúlt évtizedekben ellehetetlenítették, és nem is tudott kialakulni egy erős szakszervezeti mozgalom, nincs valós érdekképviseleti lehetősége a magyar dolgozóknak. A negyedik pont, hogy a jelenleg regnáló, a globális kapitalizmus érdekei mentén működő rendszer magával a munkafogalmával, hogy így mondjam, nem tud mit kezdeni, jobban mondva csak egy szempont érdekli, hogy minél nagyobb profitot bezsebeljen, az, hogy aztán a magyar dolgozók hogyan érzik magukat, az őt nem érdekli. Tehát már itt a munkafogalmát is rendbe kell tenni, mert sajnos ma az emberek nagy része úgy tekint a munkára, és ezen nem is lehet csodálkozni, hogy ez egy szükséges rossz, amit el kell végezniük, hogy az megélhetésük biztosítva legyen. De például elfogadhatatlan az is, hogy az iskolapadból úgy kerülnek ki a fiatalok, hogy nincsenek tisztában a munkajogokkal, nincsenek tisztában a szakszervezetek működésével, tehát a Mi Hazánk Mozgalom már itt elkezdené az oktatás szintjén a felvilágosítást, hogy legyenek tisztában a magyar munkavállalók, a fiatalok a jogaikkal. És az ötödik pont, amely olyannyira fontos, hogy azt mondhatom, hogy Magyarország jövője áll vagy bukik rajta. Hogy Magyarország megmarad-e magyarnak, vagy csak nevében marad magyar. Ez pedig a vendégmunkás kérdés. A kormány, a globális nagytőke és az úgynevezett munkaerőkölcsönző cégek együttműködése folytán egyre rosszabb helyzetbe kerülnek a magyar munkavállalók. Most már gyakorlatilag 100 vagy 200 ezer harmadik világbéli vendégmunkás tartózkodik és dolgozik hazánkban, és folyamatosan szorítják ki a magyar dolgozókat. Nem csak olyan helyre veszik fel őket, ahová magyarok nem jelentkeznek, hanem tömeges elbocsátási hullám indult el, sőt a kormány egyre könnyíti a feltételeket. Úgynevezett kiemelt beruházások esetében most már 5 évig is maradhatnak a vendégmunkások, sőt a családegyesítés sem kizárt, és azért jöttünk ide a volt székhelye elé, mert bár nyilván nem csak ők érintettek ebben a kérdésben, de szimbolikusnak tartjuk az ő szerepvállalásukat, ugyanis éppen a múlt héten nyilatkozták, hogy ők bizony nem alkalmaznak vendégmunkásokat. Csak hogy azt hiszem, hogy aki nem vak, itt Budapesten látja, hogy ez nem igaz. Nem lehet úgy ételt rendelni, hogy azt ne egy vendégmunkás hozná ki. Nyilván papíron nem ők alkalmazzák, hanem a modernkori rabszolgakereskedők, a munkaerőkölcsönző cégek, de a valóság ettől még az, hogy vendégmunkásokat alkalmaznak, és az egykor jól fizető, jó futár állást tönkretették, a magyarokat elüldözték, és ázsiai vagy afrikai vendégmunkásokat alkalmaznak. Úgyhogy a Mi Hazánk Mozgalom markáns üzenete május 1 a munka ünnepe alkalmából, itt látható a hátam mögött, hogy vendégmunkás helyett
megbecsülést a magyar dolgozónak. Ezt üzenjük a Voltnak, ezt üzenjük a globális nagytőkének, ezt tartsák szem előtt, a Mi Hazánk mozgalom ezért harcol, és hogy ne feledjék ezt az üzenetet, ezt elhoztam így kicsinyített formában, amit itt is fogok számukra hagyni, hogy ne felejtsék el, hogy mi a magyar dolgozók érdeke. Ezt üzenjük tehát a Voltnak és a globális nagytőkének, valamennyi multicégnek, hogy vendégmunkás helyett megbecsülést a magyar dolgozóknak, ezt tartsák észben.